az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Követes Uraim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, így vezessen el az örök életre. Amen. Fogadtál bennünket, tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe, a mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön öröké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Pál és Barnabás útra kelt Debrébe,
ebbe a városba is hirdették az evangéliumot, sok tanítványt szereztek, majd visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki hitben, mert sok szorongattatás közepette kell bejutniuk az Isten országába. Az egyházak élére kézrátétellel előjárókat rendeltek, és imádkozva, bőjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek. Áthaladva Picidián, Pamfíliába jutottak, majd azután, hogy Pergében hirdették az Isten szavát, lementek Attáliába, innét Antiókiába hajóztak, ahonnan annak idején elindultak. Isten kegyelmébe ajánlva, hogy teljesítsék azt a feladatot, amelyre elküldte őket az Úr. Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték, mi minden történt, mit tett az Isten általuk, hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Istenem és Királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön örökké. Istenem és Királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön örökké. Irgalmas az Úr és kegyelmes, nagy irgalmas, a jelenések könyvéből. Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld is ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnye, nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt. Íme,
újjáalkotok mindent. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsől meg az ember fia, és az Isten is megdicsől benne. Ha Isten megdicsől benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában. Sőt, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi, hanem téged. Kedvetesek, lehet látni, hogy ez már hát 5. vasárnapnak az evangéliuma, de hát közeledik a Jézus Krisztus földön töltött idejének a végéhez, amikor már elbúcsúzik. A búcsút még hallani fogjuk, talán majd jövő vasárnapon, de most mielőtt elbúcsúzna tőlük, akkor új parancsot adott nekik, a szeretetnek a parancsát. Vagyis hát az, amire szükségük lesz, ami az alapja, lesz majd az ő közösségének, a munkájuknak, az evangelizációnak. Egyetlen egy alapja lesz. A Krisztusba gyökerezett, egymás iránti szeretet. Más nem lesz. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ez lesz a jelző, ez lesz a pecsét, ez lesz a felismerhető jel, ez lesz a mutató. Látják rajtuk, és felismerik az ő tanítványságát. Jézus tudta, mire lesz szükségük. Tudta, hogy hol lesz a baj. Tudta, hogy hol lesz a hiány. Tudta, hogy mire lesz szükségük. Itt lesz a gyengeség, mert a szeretet az alkotó, összekötő, építő, egyesítő, közösséget összehúzója, minden széthúzó erőt elgyengíti, megszakítja, előrevívő. Ha a szeretet nincs, akkor minden közösség szétesik. Minden olyan dolog, ami közösségnek mondja magát, ha a szeretet nélkül szétesik. Legyen akár a családnak a közössége, ami az legáltalánosabb. Abban, ha nincs ki szeretet, akkor már hiába. Szétesik. Feszültségek lesznek. Baj lesz. Marják egymást. Szeretetlenség uralkodni fog. Elpátolnak egymástól. Hibát keresnek egymásban. Meg is fogják találni.
alapja már nem lesz. Minden, ami történik a családban, de az a szeretetre épül. Azért, mert közösség. A közösségnek az egyesítő ereje a szeretet. Más, amelyleg akár az egyház, amely ugyancsak a szeretetre épül. Ha nincs benne szeretet, akkor semmi. Akkor már fölösleges. Akkor már a megvalósítandó cél elvész. Legyenek a társadalom, mint közösség. Ha nincs benne szeretet, marják egymást. Keresnek bajt, bűnbakot, hibáztatják egymást. Aztán pedig az, hogy gáncsolják egymást össze-vissza, de amikor hibát keresnek, akkor meg is fogják találni. Szét is fog esni. A minden, ami a közösség szót alkalmaz, az csak a szeretetből épülhet, vagy csak a szeretetben élhet. Legyen akár a világnak, mint a közösségnek az ereje, csak a szeretetre épülhet. Ha nem, akkor olyan világban fogunk élni, mint most, mikor a 21. századi emberek minden tudományuk, tudásuk mellett fegyverhez nyúlnak. És azt gondolják, hogy majd fegyver lesz a megoldás napjainkban, mert a szeretet nincs. Ha nincs szeretet a nagyvilágban, akkor fölösleges versengések, de fölösleges széthúzások, de az, hogy egymásra vagy mutogatások lesznek, az eredménye nem lesz más, mint a szétesés. Felépítjük városokat, de mivel nincs szeretet, amivel és amiben lehet élni, azokban a gyönyörű, szép, már felépített városokban, akkor szétesünk. Szétrombolódik minden, és összemosódik minden. Szeretet nincs, akkor semmi sem lesz. Pont ezt észlelte Jézus Krisztus, hogy ez lesz majd a legnagyobb probléma. Mikor irigykednek, amikor mondják egymásra minden rosszat, vagy amikor már szinte, miközben ő a cél, az egyetlen motója az evangéliumoknak, és az evangelizációjuknak, hogy tanítványságot gyűjtsenek, az embereket gyűjtsenek, a lelkek üdvösségéért dolgozzanak, akkor fognak még egymás ellen dolgozni, ha nem építnek a szeretetre. Ezért mondja nekik, hogy már azért, hogy rövid ideig vagyok veletek, új parancs lesz. Azt adom nektek. Szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. Mert ez lesz a jel. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ez fog benneteket egyesíteni. Ez fog éltetni. Ez lesz az ő közösségének, az általa alapított gyülekezetnek, közösségnek az alapja. Az egyház útja a szeretet. Ahhoz, hogy a lelkek üdvéjére dolgozzon az egyház, a szeretetre kell támaszkodnia. Arra kérjük az Úr Jézus Krisztust, ő, aki tudta, hogy távol létében mi lesz az egyházának a gondja, és mire lesz szüksége. És azon egyetlen új parancsot adott nekik, ami a szeretetnek a parancsa. Segítseni, vezessen vissza még egyszer a szeretetet a világba. Családjainkban uralkodjék a szeretet. Életünkben munkálkodjon a szeretet. Lelkünkben éljen elevenen a szeretet. Merjük még egyszer megvallani a szeretetnek a parancsát. Merjük gyakorolni egymás iránti szeretetet. A világban béke legyen, szeretet legyen. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Valljuk meg hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
szülelek szűzmányából, szemmelek pontos világosalak, megveszítették, meghalkos elmenették. Szállt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jóvén, honnan jön el ítélni élő kérdés voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, könyörgünk a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki általunk akarja megmutatni szeretetét a világban. Alakíts szívünket szent szíved szerint, és döntsd el szeretettel embertársaink iránt. Kérünk téged, hallgass meg! Segítsd egyházadat, hogy hangos szóval hirdesse a szeretet evangéliumát, és hősies áldozatvállalással tanúságot is tegyen róla. Kérünk téged, hallgass meg! Add, hogy a keresztény népek példájából ismerje meg a világ a szeretet átalakító erejét. Kérünk téged, hallgass meg! Nyisd meg szívünket, hogy a segítségre szoruló emberekben téged ismerjük, és nekik róljuk le a tevékeny szeretet adóját, amellyel te neked tartozik. Kérünk téged, hallgass meg! Tégy minket jóságot alkalmas eszközévé, amikor embertársainkról gondoskodni akarsz. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, te megdicsőítetted mennyei atyádat, szeretetből vállalt áldozatoddal. Add, hogy közös áldozat bemutatásunkból erőt merítve folytassuk tovább a szeretetet művét a világban. Élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére, mint dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isten életed részesévé tettél minket, tart kérünk, hogy az így megismert igazságot, méltó élettel meg is valósítjuk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Gazdag legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, ölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged. De különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány.
meg odaadta életünk életét, a régi áldozatok helyett kereszt halála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünk két felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap az oltár, és az áldozati párány. A húsvét örmezét kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjunk, a mennyei erők is a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklé. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt öntjén átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kenyere, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Úrunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösségi kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselj szíveden, Úrunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővel és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk. Ezért így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Úrunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjaimban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot,
és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Úrunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt is, a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljesedtségét. Kélsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a békejelével, legyen békesség köztünk mindenkor. Elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus test. Népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.